Sziasztok mindenki! Mai témánk az, hogy nem mindenki ribanc. Hát én nagyon nem szeretem ezt az általánosítás dolgot, mert hogyha meglát valaki egy képet egy lányról, hogy ki van a melle például Facebookon, jó, persze, hogy tetszik a fiúknak, írjuk alá, férfiak vagyunk, tetszik, persze, hogy tetszik. És akkor utána azt mondja, hogy a többi csaj is ribanc, mert ha ő az, akkor a többi is. Általánosít. Persze, hogy vannak kivételek, és ezt sokan nem veszik észre. Vannak ilyen 13 éves lányok is, ugye. Hát persze, sokuk szeret keféni, de ott is vannak kivételek, és ezt sose veszük észre. Mindig megy ez az általánosítás, és ez szerintem nagyon rossz dolog, mert tényleg vannak olyan, most mondanék pár példát, de nem hozok fel neveket, akik a Facebooknak a... Hát, hogy fejezzem ki magam, a Facebooknak a... A csöcsösei, Facebook csöcsösei, na, mindenki ismeri őket, gondolom, de ezt meg a fiúk ugye kedvelik, mert hát férfiak vagyunk, de ettől függetlenül nem mindenki ilyen. Mert most is látom, Facebookon főtesz valaki két képet, hogy ez a két csaj mekkora ribanc, meg minden, aztán azt hiszik, hogy a többiek is olyanok. De hát ne általánosítsunk, ez egy óriási hiba, én szerintem. Mert ettől függetlenül nem mindenki az. Nem szabadna általánosítani. Hát nem tudom. Mindenkinek a maga döntése, hogy kiről alkot vélemény, de először magaddal legyél tisztában, minek foglalkozol a másikkal, örülj, hogy te nem vagy olyan. Nem tudom. Szerintem az ilyen embereknek kisebbségi komplexusa van, vagy figyelmet akar magának szerezni. Nem tudom. Nem tudom, de tényleg vannak ilyen emberek, de a jót vegyük észre, nem mindig csak a rosszat. Mindig csak a rosszat veszük észre. Hát jó van. Nehogy már gitrágja a pál utcai fiúkat. Na, csak ennyit akartam. Ne ítéljünk el másokat, jó? Attól, hogy vannak ilyen csöcsös csajok. Nem mindenki ribanc, jó?